Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. A 150-es Budapest-Kelebia Belgrád vasútvonal mentén vagyunk. Egy olyan helyszínen, ahol már nagyon régóta nem áll meg a vonat, körülbelül a 70-es évek vége, 80-as évek elejétől, de némi nyomai még láthatóak a megállóhelynek. Ez nevezetesen Áporka megállóhely. Ez Délegyháza és Kiskunlacháza között van, és tulajdonképpen a peron szegélyeket már elbontották, de itt a peron maradványai, a feltöltés, illetve itt a betonkorlátok, ezek még láthatók, és ugye abból az apropóból vagyunk itt, hogy rövidesen indul február 1-től a kelebiai vonal átépítése, és hát fölveszünk néhány snittet még a régi állapotokról. Gyanítható, hogy ez az Áporka megállóhely is el fog tűnni, hiszen nagyon messze van a település, nem valószínű, hogy itt megállóhely létesül. Egyébként az út, ami itt keresztezi a vasutat, azon látható, hogy gyakorlatilag itt a hóban, hogy semmi nem jár rajta. Hát gondolom mezőgazdasági idényben talán ilyen mezőgazdasági munkagépek, traktorok használhatják ezt az utat. Hát tulajdonképpen ennyi erről a kis megállóhelyről. Majd készülök a vonalról egy bővebb videóval. Köszönöm, hogy ezt a kis kurta vlogot megnéztétek. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!